Ezen a héten érkezett a jó hír az önkormányzathoz, hogy Püspökladány 352 millió forintot nyert újabb utak építésére. Most 2,8 km hosszan a Damjanics-Kálvin, az Árpád, a Karcagi utcán készül széles és vastag aszfaltút, és 950 méteren pedig kerékpárút. Mit szól a sikerhez? Hát én nagyon örülök neki, mert főleg azért, mert a Tesco-ba ki se tudtam menni, azon a kis keskeny úton, úgyhogy kocsival mentünk a gyerekekkel, de ha lesz út, akkor legalább ki tudok menni én is. Lesz hamarosan egy másik kerékpárút is, erre 230 millió forintot nyert az önkormányzat. Ez a Petőfi végén, az erdő, a Petipár utcán valósul meg, erről mi a vélemény? Nagyon jó lesz, mert én arra lakok, és ez nekem nagyon-nagyon megfelelő, ezt tényleg örülök neki, hogy lesz. Most nagyon nehéz közlekedni, mert ugye által kell menni a fürdőhöz, vagy a másik oldalba, vagy pedig a köves úton kell menni. És akkor így nyugodtan mehetünk a kerékpárúton. Én azt mondhatom, hogy igen, meg vagyok elégedve. Nagyon örülnék neki, mert azért kényelmesebb itt menni, mint a köves úton a sok kocsi között. Jobban vigyázni kell ott, mint itt. Jó, hogy itten gyalogosok is jönnek, de azért hát fel a miénk. Az egész Ladányt bejárjuk, azért csak kell ez az út. Mindenhol kell. Mindenütt járunk biciklivel, hát nekem ez nagyon jó így, nagyon kényelmes. Be van adva még belvízelvezetésre és a lakótelepi utak rendbetételére is egy pályázat, ami szintén reménnyel kecsegtet. Összességében elégedett az önkormányzat munkájával? Hát ha sikerül, meg tudják csinálni, vagy megkapják ezt a pénzt, természetesen. Nagyon. Örülök neki. Nagyon jó lesz, mert ott mindjárt kevesebb biciklis lesz a köves úton, és ott mennek a kerékpár úton. Úgy megcsinálták az új telep felé, és úgy kevesebb biciklis jár jóval a 42 vagy a 4-es felé az út köves úton, mint azelőtt jártak. Ugye ott mentek fönn, nem foglalkoztak. Be van adva még belvízelvezetésre és lakótelepi utak rendbetételére is pályázat, ami szintén sikerrel kecsegtet. Összességében elégedette az önkormányzat munkájával. Az az igazság, hogy én elégedett vagyok már, amit én még bementem, hogy megkértem, hogy ezt megcsinálták. Nem azt mondták, hogy majd jövőre vagy utána. Örülök a fejlődésnek, úgyhogy ez már régebben meg kellett volna ezt lépni, úgyhogy ennyit. Szokott egyébként azon a városrészen közlekedni, ahol most kerékpárút fog készülni? Szoktam, igen. És mi a tapasztalat? Hogy már ráfért erre a fejlesztésre. Én nagyon-nagyon örülök neki, nagyon jó dolog ez, hogy ennyire fejlődik a város, meg nagyon fontos az, hogy a biciklisek biztonságban legyenek. Nagyon sok gyerek közlekedik biciklivel, sokszor felnőtt nélkül, de ez már a mai világban így alakul. Én nagyon örülök neki. Hát a fejlesztés úgy szint mindig jó dolog. Az lesz a legjobb, hogyha egész Püspökladányban meg tudják oldani a biciklisek helyzetét. Ez mindenkinek úgymond nagyon jó lesz. Be van adva még a belvízelvezetése és a lakótelepi utak rendbetételére is pályázat, ez is sikerrel kecsegtet. Összességében elégedett az önkormányzat munkájával? Én igen, elégedett vagyok. Igen, úgy látom, hogy a városvezetés mindent megtesz azért, hogy Püspökladány fejlődjön és befogadjon minden lehetőséget. Mindenfele, amit építenek, az nagyon jó a püspökladányi lakosoknak, mert mindenki szeretne maga biztosan közlekedni, úgy kerékpárúton, mint a köves úton. Nagyon helyeslem. Hát így legalább nem lesz talán annyi baleset, mert ugye erről is, arról is minden 42-es, akkor Debrecen felől minden, úgyhogy csak azt hallja az ember. Örülök neki. Örülök neki. Ezelőtt 20 évvel még nem volt járda se. Volt olyan hely, hogy járda se volt kérdés. Én meg postás autóm, a szokat kellett biciklizni, hóba, sárba, vízbe, esőbe. Hát én örülök neki. Szokott egyébként azon a városrészen közlekedni, ahol most ez a kerékpárút meg fog épülni, ott az Árpád utca felett? Szoktam, hát itt a telepen lakom, és akkor jövök itt. És mi a véleménye most az ottani közlekedésről? Hát mi a véleményem? Hát köves úton közlekedünk, hát a járdán nem közlekedünk. Hát örülök neki, csak ennyit. Akkor kell oda az a kerékpárút? Kell, mindenüve kell a kerékpárút. Igen, lesz. Legalább biztonságosabban közlekedünk. A kerékpárúton nem üt el az autó. Igen. Lesz hamarosan egy másik kerékpárút építés is, erre 230 millió forintot nyert az önkormányzat. Ez a Petőfi utca végén, az erdő és a Petipár utcán fog megvalósulni. Erről mi a véleménye? Hát annak is örülni fogok, mert ott lakom. Örülök neki. A gyerekek véget elsősorban, mert legalább
nyugodtabban tudnak közlekedni. Viszont ami nem tetszik, hogy a 42-esen a 7. utcáig megvan, és onnan a Tescóig szerintem azt is meg kellene csinálnom. Meg kellene csinálni valahogy. Csak ennyi. Jó lenne, mert biztonságosabb lesz, biztos, hogy biztonság, de arra valószínű, hogy a Petipál utcán is, mert ugye, mert még ott lakunk, és én úgy hallottam, hogy ott is. Ez lesz a másik. Ha szépül, akkor jó. A másik kérdésem pontosan ehhez a másik kerékpárúthoz kapcsolódik, ugyanis a Petőfi utca végén, az Erdő utcán és a Petépár utcán fog készülni szintén kerékpárút. Ehhez mit szól? Jó lesz. Ez biztos, hogy jobb, mint a kint az autók közt. Vagy én, nekem számomra biztos, mert én úgy félek az autóknál a Köves út szélén, hogy csak ott is másképp kék megoldani valahogy a gyalogosokkal. Ketten megegyezünk a biciklisek meg a gyalogosok. Mert azt a gyalogosok mennek hármassával, ahol nem veszik figyelembe a biciklit. Be van adva még pályázat a belvíz elvezetésre és a lakótelepi utak rendbetételére is, ez is reménnyel kecsegtet. Ön összességében elégedett a városvezetés munkájával? Hát igen. 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 Mert... Szóval elégedett vagyok. Na, annak idején Arnold Sándorral is nagyon... Viszont az a polgármester asszonnyal is. Én még vagyok. Biztonságosabb lesz a kerékpárút, az biztos, mert elég sok autó jár arra, és hát már eleve az nem valami kedvező a kerékpárosoknak, meg az autósoknak sem biztos. Én nagyon örülök neki, mert ez kell. Kell, mert sok kerékpáros okoz balesetet. Ugye, mert tudom, mert jogosítványom van, és akkor tudom ezt, hogy rengeteg kerékpáros okoz balesetet. Lesz hamarosan egy másik kerékpárút építés is. Erre 230 millió forintot nyert az önkormányzat, és ez a Petőfi utca végén az Erdő utca, és a Petipár utcán fog megvalósulni. Erről mi a vélemény? Nagyon örülünk neki. Nagyon. Mert oda is nagyon-nagyon kell, mert ugye a 42-es, hogy van, de rengeteg kerékpáros onnan megy. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. És örülünk neki tényleg. Be van adva még belvízelvezetésre és a lakótelepi utak rendbetételére is pályázat. Ez is reménnyel kecsegtet. Összességében mi a véleménye a városvezetés munkájáról? Én nagyon meg vagyok elégedve a város vezetőivel. Hát rengeteg munkát végeztek. Én úgy gondolom, hogy ők megtesznek mindent. Ennek érdekében, hogy ugye az árvíz, mert rengeteg eső esett tavaly is, hát tavaly előtt is, a Sárét utcán például én ott lakom, hát ott állt a víz, és ott is próbálják megoldani, meg vagyunk elégedve. Nagyon örülök neki, mert elég nehéz közlekedni a kerékpárút nélkül, mondjuk meg így is sokszor megtévesztik a kerékpárosok, mert ott mennek, ahol nem nekik valahol az út, hanem a gyalogosoknak. Úgyhogy örülök neki, ehhez csak gratulálni tudok, hogy ilyen jó járt a város. Én magam részéről elégedett vagyok, és örülök neki, hogy így olyan pályázatokat adnak be, amit meg is nyernek.